Hare Krishna. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Köszönjük szépen, hogy eljöttétek. Köszönjük Andrásnak, hogy megszervezte a vallásos programunkat. Nagyon jó. És akkor ma beszéljünk Urcsi Nityanandáról, majd nem sokára Urcsi Tányáról. És felolvasom egy verset, majd kicsit tatvikosabb lesz, vagy magyarul filozofikusabb. Lesz kis történet is természetesen, de nagyon fontos, hogy megértsünk, hogy ki volt, vagy van Úr Nityananda, és milyen fontos nekünk részt venni az a misszióban. Oké, és fogunk olvasni. Kicsit elrendezünk a dolgokat. Csaitanya Charitamritából. Hogyha valaki akarja meditálni, tanulni Úr Nityanandáról, arra szeretne áldást kapni, akkor lehet olvasni Madhya Lila, ötödik Adi Lila, ez az első kötet, Adi Lila, ötödik fejezet. Mert az eleje, Chaitanya Charitamritának első 14 vers, úgy hívják, hogy Mangala Charan. Mangala Charan, ezek a dicsérő versek, ami kedvező charan, Mangala, kedvezőség. És általában a védikus kultúrában minden ez a bevezetés, amit szoktuk mi úgy nevezni, de a védikus rendszerben ez a Mangala Charan az a neve, ahol imákat ajánlanak a lelki tanító mesternek, Krisnának, és kérnek áldásokat. És megmondják, hogy milyen áldással jár, hogyha valaki tanulmányoz, hogy olvassa ezt a művet, vagy könyvet. Ez a Mangala Charan. És Mangala Charan, ami Chaitanya Charitamritában olvasható, 14 vers, és pontosan a 7. versnél ott kiírta Chaitanya Charitamritát? Krishna Das Kaviraj Goswami. Ő akkor ott elkezdi beszélni a Úr Nityanandáról. És utána 5. fejezetben a Délilában megmagyarázza ezeket a verseket. Szóval megírja először a verseket, a Úr Nityanandának a természetét, és utána ő maga megmagyarázza. Mert jó, mert lehet csak tudni, ó, kegyes, és csak így szentimentálisan elhinni vakon, hogy ó, Úr Nityananda kegyes, de jó, és adja a kegyet, és csak megy, és mindenkinek oszt. Az az igaz, de hogyha mi ismerünk az ő isteni természetét, akkor ez nem csak egy vakhit lesz, hanem egy tudományos hozzáállás. És ez nagyon-nagyon fontos. Mert amikor van nekünk megértés, a tatva, ismerünk a filozofikai része, akkor nem lesz olyan, hogy hova fúj a szél, oda megy a hitem, mert annyi sokszor lehet gyorsan valamit elfogadni, jaj, de jó, de aranyos,
Utána a másik notból lehet mondani, hogy ez már nem aranyos, már valami más aranyos. De amikor van megértésünk, van tattva vicsár, a vicsár ez pont az igazságnak a megértése, akkor ez fog adni egy erőt, meggyőződést, és akkor a hitet, bizalmat. És akkor elmesélünk egy kicsit, hogy mi a természete az Úr Nityanandának, utána egy pár dolgot még mesélek róla. Ami érdekes, hogy az első fejezetben, 7. vers, ott kezdi dicsőíteni Úr Nityanandát, és 5. fejezetben ott is 7. versen kezdődik, ugyanazt a verset mondja. Megyünk 7. számú. És akkor mondja, Sankarsana karana toisai, garbadasai csapajabdisai, sessacsa yasama kalasa nitya, és akkor ez nitya, és akkor a következő sorba átveszi, akkor már akkor működött ez, amikor a szavakat, nitya nanda, átmegy a sor. Nityananda kya rama saranam mamastu, megpróbálom magyarul felolvasni. Bárcsak örökké emlékeznék Sri Nityananda rámára, Sankarsana Sesanaga, valamint a Karana, Garba és Tejoceánon heverő Visnuk, az ő teljes részei, vagy teljes részeinek részei. Igen. Na, mindjárt ezt kifejtjük. És akkor szóval itt elkezdte mesélni, hogy ki igazából Nityananda. Következő rögtön mit mond? Sri Balarama Gosani Mula Sankarsana Pancharupa Dari Karena Karenera Sivana. Rögtön mondja Sri Balarama. Ugye át fog térni. Elkezdtem, itt az első versben mondja Nityanandakya, Nityananda Rama, itt pedig mondja Sri Balarama Gosani Mula Sankarsana, hogy van Sri Balarám, aki eredete Mula, Sankarsana, szóval ahol kívül jön többféle kiterjedés, Pancsarupa, van öt forma, Balarámból származik, kiterjed öt forma, majd megnézzük milyenek ezek, és Karene Krishnera Sevan. Krishnera, mit jelent? Seva? Szolgálat. És ő csinálja, ő végzi Krishnának a szolgálatot. Az Úr Balarám nem különbözik a Úr Krishnától, maga Krishna. Ugyanolyan hatalmas, nincsen különbség a hatalomba, energiákba és a többi. De a Krishna ő a Szevin, a Isten, akit szolgálnak, és a Balarám, aki Szevan, aki szolgálja. Szóval ugyanaz az Isten, de egyik formában elfogadja a szolgálatot, a másik formában adja a szolgálatot, vagy szolgálja, Balarám formában szolgál Krisnát. És nézzük csak. Akkor jó, akkor olvasunk tovább. Csak egy pár verset még felolvasunk. Apanekarena Krishna lila rasahaya
Shrishti Lila Karya Kare Dhari Charakaya. Ő maga az Úr Krishna kefteléseiben segítkezik, míg a teremtés feladatát négy másik formájában végzi. Szóval Balaramnak van egyik, az eredeti forma, az a lelki világban segíti Krishnának a kefteléseket, és utána van egy külön kiterjedései, amelyik által teremtés történik. Szóval akkor mi mondjuk, hogy Isten teremtette a világot, Krishna nem teremti világot. Balaram teremti a világot, meg Balaram se teremti világot, mert nem érdekel őket ez a mocsár. Ezért különleges, kell, hogy legyen különleges avatárok, amelyik teremtenek a világot. És akkor nézzünk, hogy melyik verset még akartam. Jó, ezt. Srishti Adhika Seva Tatra Gyara Palana Shesha Rupe Kare Krishnera Vivedha Sevana. A teremtés során végrehajtja az Úr Krishna utasításait, még az Úr Sese formájában számtalan módon szolgálja őt. Szóval itt pont arról is beszél, hogy van, Srila Prabhupát magyarázatban mondja, hogy van különleges kiterjedései, van Mahasankarsan, az a Balaramnak az egyik inkarnáció, és utána van Karanadakasai, Karanadishai, Karanadaka, Karana Udaka. Karana azt jelenti, hogy ok, Udaka, víz. A víznek van több neve. Nala apa, ugye, nala ez tüzet jelenti, de apa, ez is vizet jelenti, amikor mondja Bhagavad Gita a Krishna. Rasoham? Apsu, apsu, apa. Igen. És a románul hogy lesz víz? Apa. 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 Lehet látni, hogy a romántól szervezik a szanszkrit. Eddig nem az orosz. De amúgy román nyelvben nagyon sokat találtam a szanszkrit szót. Hát oroszban is, természetesen. Ott már csak 2, 3, 4, ez már mint 5 ide, ez mint szanszkrit. Du, dva, du, dua. Igen, akkor van. Tri, ez a tri. Csatur, ez a csitiri. Páncsa, pjáty. Sát, sest. Na mindegy, most nem a grammatikai tanmunk van. És a karana, ez azt jelenti, hogy ok, na itt lesz az érdekesség. Majd visszatérünk Úr Nityanandához, de aggódjátok, most nem, nincs, van kapcsolat az egész Nityanandához, de itt érdekes, hogy karana az azt jelenti, hogy ok. És a karana, szóval van a karana dakásai, van egy karana udaka, van a okozott óceán. Miért van okozott óceán? Azért, mert ebben az anyagi világban mindennek van egy oka. Mindig kérdezi ember, miért ez történt velem? Szoktam kérdezni? Miért ez történt? Miért ez van? Most megint ez van? Most miért kell ezt csinálnod velem? Ez az egy ok, oknak a világban. Anyagi világban nincs ok. Hallottatok róla? Ott nincs semminek oka. Hogyha ebben a világban valaki ok nélkül nevet, akkor furcsának azt az embert, nem? Mert itt nem szokták nevetni ok nélkül. De lelki világban ott lehet nevetni, nem fognak rosszat gondolni rátok, hogyha ok nélkül nevettek, mert ott nincs ok. Ott nincs ok semminek. Ezért a lelki világban nem kérdeznek, hogy miért. Ott nincsenek kérdés, miért Krishna kék. Ez mi anyagi világban kérdezzük, azt gondolom, hogy annak kell legyen oka, a miért Krishna kék. De amúgy az védikus tudomány szerint
nem is illik ilyeneket kérdéseket feltenni. Miért Krisna kék? Ez nem illik kérdezni. Nem kulturált kérdés. Mert nincs, ó, mert Krisnára nem vonatkozik. Miért? Ilyen szó nincsen. Mikor? Honnan? Miért? Ezek nincsenek. És ezért az anyagi világ és a lelki világ között van a karana, van az okozatóceán. Ez elkülöníti kettő egymástól. És itt már más a törvények. Itt már azok a törvények, hogy vannak kérdések, hogy miért. Ez a karana. Karanada kasai Vishnu. És a Vishnu, vagy karanada kasai, vagy maha Vishnu, aki teremti az első univerzumokat. Tudjátok, hogyan teremti? Hát van, amikor valaki megy vásárolni, akar főzni, és akkor az zacskóba össze van dobálva összes összetevő az ebédhez. Az úgy hívják, hogy pradán. Össze van keverve, még nincsen belőle megcsinálva finomságok. Az csak összetevők egybe benne vannak. Ugyanúgy az anyagi energia, valahol lelki világban van egy kis valami hely, ami pradánnak nevezik. De ez az anyagi energiának az összetevője. De pradána, ki tudja, mit jelent a dána? Préma, dána. Kincs. Dána, kincset jelent. Hogy pradán, ez azt jelenti jövőben, valamikor. Pradán, valamikor lesz belőle valami kincs, érték. Anyagi világ. Annyira értékek sok van. És akkor a Maha Vishnu, mely vetti a pillantást erre a pradánra, erre a egy ilyen pradán, ez az anyagi energia, ott van minden összetevő, de nincsen semmi változás, egy egyensúlyban van, nem mozog semmi, nem történik semmi, és amikor ő vetti rá pillantást, akkor megzavarodik az egyensúly, és akkor elkezd három kötörői elindulnak, elindul az idő, és akkor jön a teremtés. Akkor ez a pradán. De sokan gondolják, de várjátok, egy ilyen kicsit vicces, hogy miért pillantás, és akkor így teremti. Hát azért ez komoly, hogy ilyen világot teremteni egy pillantással. De hogyha mi most egy kicsit belegondoljunk, hogy mi mit csinálunk, nekünk, hogyha mondjuk valaki akarja lemozdítani mondjuk egy hegyet, vagy egy, mondjuk egy pár tonna földet, akkor mi megfogja ezt a pár tonna földet, és akkor na, akkor most éreztem, hogy dolgoztam. Nem, csak megnyomja egy gombot, és megtörténnek a dolgok, nem? Beindul a gép, traktor, utána csak egy joystickkal ezt a földet lemozdítja. Nem? Az ember is így szokott csinálni, hogy nem kell túl sok mozgást csinálni. Van egy rendszer, és akkor ember képes. Most már tudjuk, hogy már vannak a telefonok, számítógépek már tudnak pillantást alapján működni szoftverek. Hogy mit csinálsz, hova nézel, akkor az elkapja a látásodat, és akkor változások történnek a szoftverbe. Hát, hogyha egy ember meg tudja teremteni ilyen gépeket, ami pillantástól működnek, akkor mi van Istennek pillantással teremteni? Szóval ami mit csinálnak emberek, az csak egy ilyen vicces utánzat, ilyen kis paródia a teremtésre, és mi mindig csodálkozunk, hogy hú, mire képes ember, akkor, de hogyha ember képes ezekre, akkor Isten mire képes. Ez az a karana dakasai Vishnu. És amikor ő fekszik az óceánon, akkor pórusokból mi történik? Kijáradnak az univerzumok. Igen. A tudósok, nem tudom ki követi a tudósoknak a véleményeket, hogy észrevettek, hogy az univerzum, ahol vannak univerzumok, van valamilyen fekete lyukok. És oda tűnnek el a fekete lyukokba az univerzumok. Arról van komoly munkájuk.
Nekünk nem kell kutatni sok pénzt, mi ezt elolvasunk, hogy ez a Visnunak a pórusai. Mert pórusából megjelennek az univerzumok, és pórusába vissza megnyilvánulatlan elpusztulnak. És amikor kijönnek, megnyilvánulnak az univerzumok a pórusából, akkor ők üresek. Az csak egy ilyen, úgy mondják, Brahmanda. Tudjátok, mint illetve? Brahmanda. Az Úr Brahmának, a Brahmának a tojása. Mert az univerzum nem gömbformája, hanem tojásformája. Ezért Brahmanda, Brahma tojása. Ez a neve. És amikor kiárad, akkor itt tágolnak, és az csak egy, mint egy buborék, még nincs semmi benne. Utána bejön oda melyik Visnu, az Úr Balaramtól ki, akkor megnyilvánult a Karanadakasáj Visnu, utána jön Garba Udaka. Garba. A Garba úgy fordítja Srila Prabhupát, hogy Garba Udaka, hogy az univerzum feltölti az izzadsággal, és az lesz az óceán. De Garba az is jelenti, hogy magzat körüli víz. Azt is jelenti. Magzat víz. Igen. Ezt is jelenti. Mind a kettőt lehet mondani, hogy izzadság vagy. És utána ott az Úr Visnu fekszik ez mind Balarámnak még egy távoli kiterjedése. Ő fekszik a Garbadaka óceánon. Na és utána már jön teljesen hihetetlen. Na itt már sok embernek kiveri a biztosítékot. Mi megy utána? Nem. A köldökből kinő egy lótusz. És a lótuszon megszületik az Úr Brahma. Na kész. Itt már emberek ugyan ideig azt hittünk, hogy tudományosan beszéltek velünk, de itt már esti mesélve, már nem fér be még este mesébe. Mert már a ceruzás rajzfilmbe se fér be egy ilyen dolog. Emlékeztek, hogy ceruza? Milyen? Varázs ceruza. Már ott már ezt nem bírták kitalálni volna. De Isten úgy teremt, ahogy akarja. Mert amikor valaki gondolja, hogy ez így nem lehet, ez a materialista gondolat, hogy ez így furcsa pont, hogy lehet, hogyha a köldökből kinő egy lótuszvirág. Meg lehet kérdezni, itt vannak a kertész professzor, Grant Arash Prabhu, meg lehet kérdezni, hogy ő már látta ilyen? Ő dolgozik, ahol lótusz tó van, pont tegnap beszéltem, vagy tegnap előtt is pont ott kezelte a lótuszokat. Hány köldököt láttál a tóba? Szerencsére még egyet sem. Igen, is. Szóval ez így lehetetlen dolog, hogy egy köldökből kinő egy lótusz. Igen, de ez nem a mi köldökről van szó. A mi köldökről ez lehetetlen, a kinője a lótusz. De a Visnu, Istennek a köldökéből az fog kinőni, amit ő akar. Mert pont erről van szó, hogy a törvények úgy működnek, ahogy ő akar. Mi úgy működünk, ahogy a törvények diktálnak, de ő nem. És ezért ki fog nőni a lótusz, utána jön az Úr Brahma, és akkor megteremti a három bolygórendszert, vagy lehet mondani 14 bolygórendszert, mind a kettő úgy ugyanaz. És van az univerzumban még egy óceán, úgy hívják, hogy Kshiradaka óceán. Kshira, Srila Prabhupada bengáli nyelven úgy szokott mondani, kír. Kshir, tej óceán, Kshira. És ez a Kshiradaka, ez a tej óceán, ami az univerzum belül van, arra nem vonatkoznak anyagi világnak a törvényei. Habár az univerzum belül van, mint amikor van, hogy hívják a konzulátusok. Mondjuk egy
amerikai konzulátus vagy indiai, azon az épületen belül a magyar törvény nem vonatkozik. Ott az indiai törvények szerint lehet élni. Habár ez Magyarország belül van. Ugyanúgy a Kshiradaka, és ott van a Kshiradaka Sai Vishnu, ő képviselő a külügyi, nem külügyi miniszter, hanem a konzul. Hogy nagykövet. Nagykövet, ez. Köszi. Nagykövet. Igen. És utána, hogy kiterjeszti magát, mint Paramatma, felső lélek mindenkinek a szívében. És utána itt mondja, és ez mind Úr Balarám, aki maga az Úr Nityananda. Ez az Úr Nityanandának a természete, mert nem különböznek egy mástól. És itt van egy nagyon jó vers, ez a 11. vers. Itt a lényeg, amit ő tapasztal, az, hogy ő ezeket a szolgálatokat végzi, lelki világba, anyagi világot teremteni, meg sok-sok minden szolgálatot végez, Úr Nityananda, Úr Balarám, akkor következő tapasztalatok vannak. Sarva rupe, ezek minden forma, összes formában sarva rupe. Sarva rupe asvadaye Krishna sevananda. Asvadana az azt jelenti, hogy ízleli. Krishna seva ananda. Krishna seva ananda. Ő en ananda, teljes extázisban van, nagyon-nagyon boldog. Hogy ízleli Krishna iránti szeretetének a boldogságot. Szóval nem csak úgy szolgál, hanem ő ezt nagy-nagy örömmel szolgál, ez nagy ízeket tapasztalja. És utána mondja itt, Sei Balarama Gaura Sange Nityananda. Ez a Balarám a Góra-nak a társaságában megjelenik, Góra Sange. Ez nem is kell olvasni, meg a fordítás, értitek minden. Sanga, tudjuk mi ez a Sanga. Góra Sange Nityananda. Szóval ez a Balarám, aki ízleli ezeket a szolgálatokat, amikor a Górával együtt jön, akkor ő Nityananda. Ez az ő természete. Lehet így ezeket olvasni, tanulmányozni, hogy mi a Úr Nityanandának a természete. És amikor ő megjelent hol megjelent, ki tudja mondani a Eka-csakrában, mikor, ki tud mondani a dátumot? 1784. Még egyszer, próbálja újra bútolni. 1483 az Úr Csétanya. De nem arra született, mint Csétanya. Szerintem a fordíva. Jó, oké. Vigyáztok, mert a spekuláló osztályból bírunk titeket, ahol profik vannak. Nem. 13 évvel idősebb Úr Csétányától lesz. Jegyezzük meg, 13 évvel. És amit mondják, hogy 1473. Rögtön így éreztem, hogy ezt akartam mondani, csak egy kicsit így fokoztunk a hangulatot. Igen, meg is beszéltük előtte veled, hogy ezt megbeszéltük. Igen, szóval 1473-ban született, 13 évvel idősebb Úr Csétányától. Mert megint ő jön először, hogy előkészítsen a világot, megtisztítson, hogy megjelenjen Krishna, vagy Úr Nityananda, vagy Úr Csétánya. Ugyanúgy, amikor Krishna megjelent, Balarám, meg Sankarsan, ő hamarabb jött. Sőt, mielőtt közvetlenül Krishnán be megnyilvánult Devakinek a mélyébe először Sankarsan volt. Oké.
És az apukája, mi a neve? Hadály. Ojha. Hadály Ojha Pandit. Nagyon magas klasszikus brámana családból származik. Mondják, hogy neki más volt a neve. Igazából Upa, nem emlékszem pontosan, mert egy nagyon tiszta brámana család, ahol ő megszületett, az Úr Nityananda. És amikor megszületett, miért nevet kapott? Nitai. Nem volt Nityananda. Majd mindjárt kiderül, honnan van ez a név Nityananda. Ez egy fontos dolog. És amikor ő megjelent Eka Csakrában, akkor nagyon nagy, hát ő volt a lelke akkor Eka Csakrának, és tudjátok, hogy milyen területen, milyen államban van az Eka Csakra? Indiában. Radadesh. Képzeljétek el, hogy semmi kapcsolat a Radha Rani, Srimati Radha Rani nevével nincs. Nincs. Radadesh, nem. Radadesh azt jelenti a hely, ahol szárazság van. És ez Indiában számított kedvezőtlen helynek. Bengáliában. Mert Bengáliában, ahol nincs Ganges, az a helyhez kedvezőtlen az élethez, ember élethez. És Radadesh, ez pont egy ilyen sivatag, hát nem volt sivatag, de nagyon rossz időjárás volt, szárazság volt, és meleg volt. De mikor Úr Nityananda megjelent, akkor rögtön beállt egy nagyon jó klíma. Voltak esők, jó teremt a föld, Rantarás Prabhu élvezte volna kertészkedni, mert ideális föld lett, minden jó lett. És sok játékot játszott, most én egyet mesélek játékot. Ki látta a képet Úr Nityanandáról? Mindenki látta. Ki vette észre furcsaság a képen? Segítek. A díszek. A díszeknél, az arcnak a díszén van furcsaság. Ha? Hogy egy fülbe való. Egy fülbe való. Észrevettétek? Jó, ki nem hallgatta egyik leckémet, ahol erről beszéltem, és nem tud róla? Na, akkor már érdemes elmesélni. Ki hallotta és tudja, hogy miért van egy fülbe valója? András tudja. Spekulálni. Ja, spekulálni. De tudok egy történet, amikor nincsen fülbe valója. Aha. Jó, akkor elmesélek, és akkor majd mondd el, hogy ez volt-e. Az. Jó. Okay. Jó. Az Eka Csakrában 5000 év ezelőtt jártak a Pandavák. Tudjátok róla, hogy a Pandavák is jártak ott. Jó. De mielőtt beszéljünk a Pandavákról, akkor abban az időben, amikor kis Nitai ott volt, az Eka Csakrának a szélén már ott kezdődött a sűrű dzsungel. Komoly, sűrű növényzet volt, igazi dzsungel volt. És a egyik helyen, ott a dzsungelben lakott egy kobra, de ilyen óriás kobra. És általában őt megette állatokat, minden, de néha-néha embereket megette. Ez ilyen emberevő kobra volt, nem csak megmarta, meg is ette. És mindenki meg volt ijedve, mindenki félt tőle, hogy most mi történik. Úr Nityanandának, vagy Nitájnak, akkor még nem volt Úr Nityanandának, nagyon nem tetszett az az egész, hogy most itt félnek menni erdőbe a lakók, és akkor elment, kisfiú volt, elment dzsungelbe megkeresni a kobrát, és megkereste a kobrát, és akkor mondta, te miért képzelsz magadnak?
Itt mindenki fél tőled. És akkor Kobra elkezdte neki mesélni, és akkor elmesélte a saját rossz karmáját. Tehát az történt, amikor Ekacsákrában meglátogatták a pándavák, mikor inkognitóban kellett lenni, vagy valami vándoroltak, és akkor lényeg, hogy eljöttek Ekacsákrában, és Ekacsákrában, és az erdőbe, abban az időben lakott egy rakshasa. Tudjátok, hogy mit jelent, hogy rakshasa? Emberevő. Igen, ez a rakshasa. Tudjátok, mi volt a neve? Bakasura. Volt már egy ilyen Krishna lilába, emlékeztek? Mikor Krishna megcsinálta neki mandula műtétet, úgy... úgy kiműtötte a mandulát, hogy ketté tépte a bakasurát. És ő is volt bakasura, nem voltak rokonok, csak tudjátok, néha vannak külön a hasonló nevek. És az a rakshasa bakasura, ő mindig igényelte, hogy hozzanak neki sok ennivalót, akkor egy nagy szekér volt, hatalmas nagy szekér, tele rakták mindig ennivalóval, és mindig kellett áldozatba egy embert, Ekacsákrának egy lakóját felajánlani a bakaszúrának. És akkor így mit? És ezért nagyon szomorú volt mindenki, és nagyon félték meg. Meg ki akarja a saját gyerekét, vagy feleségét felajánlani a rakshasának. És akkor már látták, hogy nagyon szomorúk, és mondták, hogy van egy család, akkor most az én sorsom, akkor én most az én valaki családtagomat kell felajánljam. De pandavák megsajnálták, és gondolták, hát meg kell védeni, kell segíteni, rendbe kell hozni itt a dolgokat, és meg kell ölni a bakaszurát. A Balarám már is jelentkezett, hogy nagyon lelkes volt, hogy hú, tehát ez végre valami történik, valami izgalom az életemben, mert most csak így vándorolok, hát legalább egy kicsit tudok valamit harcolni. És mondtam, én elintézem, csak minél több ennivalót rakjátok rá a szekére, mondta az úr Balarám, és nyelte egyet. De tudjunk, ő volt a Vrikodara. Mit jelent, hogy Vrikodara? Bhagavad Gitában úgy neveznek a Balarámot. Farkas, gyomró. Ez a Vrikodara. Aki nem csak hős tetteket tud végrehajtani, meg nagyon hőségesen tud enni is. Bármennyit meg tud emészteni. Ezért mondta, nem arra gondolt, amikor mondta, minden több ennivalót rakjátok a szekére, hogy ezt most elviszi és odaadja, nehogy odaadom ezt az értéket. Ő azt gondolta, hogy minden többet rakjátok, akkor jól tudjak lakni. És akkor elindult ezzel a szekérrel erdőbe, és akkor falatozik, így bedobja innen, bedobja onnan, ameddig oda érkezett a bakaszúrához, üres volt a szekér. Jó érezte magát az úr Balarám. Végül akkor elkezdődött egy kis harc, és amikor Balarám már nagyon elégedett volt a bakaszúrával, akkor valahogy ez volt a karmája, hogy őt is ketté tépte. De így sikerült. Ketté tépte, és utána fogta a testét, és eldobta. És jó, visszadobta az Ekacsakrához, és Ekacsakrának egyik bejáratnál van egy nagyon szép ilyen bejárat, egy nagy kapu, és akkor oda kapu elé dobta. De közben Arjuna, a többi pándavák, ők jó messze voltak ettől a kapótól, nem látták, hogy már halott bakaszúra test oda van dobva, és Arjuna elkezdte izgulni, húha, valami baj van itt, mert már elmi idő van, de Balarám nem tért vissza. Bima nem tér vissza.
Tudjátok, hogy miért le tudta győzni Bhima a Bakasurát? Mert ő a Mukha Vayu. Ő a Vayu, a szél Istennek a gyereke, és tudjátok, melyik 33 millió félistenek között melyik a legerősebb? A Vayu. Vayu a legerősebb félisten. Ezért Bhima volt a legerősebb, ezért legyőzte. És akkor elkezdte izgulni, nincs itt még Bhima, mennyi sok idő elmúlt, akkor biztos rá kell segítsek. Előszedte az íjat, belerakta egy nyílveszőt, ami mantrával rámondta a célt, és ez egy élő nyílvesző volt. Pasu Naga. Naga ez a kigyó. Pasu Naga. És gondolta, hogy ezt kilövi, akkor elmegy a célhoz, és megkötözi annyira azt a célt, hogy az lebénul, nem tud mozogni, nem lesz kötve, és akkor Bhima meg tud ölni. És akkor gyorsan meghúzta, és ki engedte a nyílveszőt, ebben a pillanatban jön a Bhima. Na, itt vagyunk, minden rendben van. Oh-oh, gondolta Arjuna, ajaj, baj van. Mert azt hittem, hogy probléma van, és akkor én kiengedtem azt a nyilat, ami élő, és neki muszáj egy célba jutni, és körülbelül a cél már halott, ez most nem lesz ennyire kedvező. És elment Arjuna megkeresni a nyilveszőt az erdőbe, megtalálta, ő már kobra alakját vette át, és akkor mondta neki, jó, hát most kilőttem téged, mi az célod, de csak ezen a helyen kijelölte, hogy itt maradhatsz, itt lakhatsz, innen sehova nem menni, mert felelősséget érezte Arjuna, hogy nehogy valaki más meghallja. És mondta, nem mehetsz innen sehova messze. És akkor mondta neki a kobra, jó, tehát elnézést, én is ember vagyok, nem is kell, nekem is enni kell valahogy. Jó, hát akkor egyé az, ami szóval magától itt fog menni melletted, ami magától jön, azt kapd el, mehet meg. Ugye van ez a szó szanszkritó, Yadrichaya. Yadrichaya, ez azt jelenti, magától jön. Yadrichaya matkat hadu. És ami magától ott jön, azt megehetsz. De nem mehetsz innen távolabb, és nem támadhatsz semmit. Ezt mesélte el a kobra Nitájnak. És azt mondja, hát azért itt vagyok, és ilyen vagyok, amilyen vagyok. De Nitáj mondta, hogy nem baj, de ez nekem nem megoldás, hogyha itt vagy, és félnek tőled mindenki a csakrából jönni, mert véletlenül ide valaki sétál hozzász meg ezzel. Tudod mi? Itt van ez a luk, gyorsan mász bele. És akkor beleküldte a lukba azt a kobrát, és akkor így... belemászott a kobra a lukba, akkor Nityananda levette egy fülbevalóját, és bedugta, betömte a lukat ezzel a fülbevalójával. És ezért azóta Nityananda nem hordja a kettő fülbevalót, csak egyet. Ez történik. És ekkor csakrában egész 13 éves korig volt, ott maradt. Mert mi történt? Mikor 13 éves kort érte el, megszületett az Úr Csétány, az ő testvére. És hogyan ment el otthon? Jött egy szanyászi. Meglátogatott szanyászi a hadály ogyát, és mondta, hát én itt szanyászi vagyok, itt vándorolok, és állattalában szanyásziknak jár, hogy legyen egy brahmacsári mellett, egy szolga, de nekem valahogy nem adta senkit. Én valamit kérnék tőled. Hát mit kérnél? Hát adod a fiadat, menjél velem. 13 évesen. És akkor, hát ez volt a rendszer. Abban az időben nem volt probléma, akkor mondta, jó, hát ő megígérte neki, hogy kérjél tőlem, amit akarsz. És akkor fájdalmat érezte, de hát ő megígérte, hogy odaadja a fiát, akkor odaadta a fiát. Tudjuk, utána gyorsan meg is halt a testé, mert
nem bírta el különést Nitájtól. És képzeljétek el, hogyha próbáljátok tudnék adni nektek egy feladatot, hogy kikutatni, ki volt ez a szanyászi, de nem akarom kínozni benneteket, mert ez a Mission Impossible. Mit jelent ez? Lehetetlen misszió, mert nincs semmi információ erről szanyásziról. Valami pár dolog van, hogy hogy ő valamilyen tirta rendről, valamilyen majavat szanyásziknak rendről származik, tirta, de ez csak ilyen gondolatok, mert mikor Nitáj kapta tőle avatást, akkor ő kapta azt a nevet, Nityananda Svarupa. És ez Brahmacari neve volt. Volt olyan, vannak ilyen variációk, általában Sahajiaknál, hogy Nityananda, ez a szanyászi neve volt. Hogy Nityananda volt szanyászi. De nem volt szanyászi. Mi a bizonyíték, hogy ő nem volt szanyászi? Ki tudja? Mert mikor Jagannath Puriból elküldte Lord Chaitanya Bengáliába, hogy menjen el prédikálni, miután a Lord Chaitanya megjárta Dél-Indiát, 14 hónapon keresztül megjárta, és utána jött, és mondta neki, hogy én nem tudok terjeszteni, nekem már túl késő, hogy terjesszek, mert már túl elmerültem a préma dolgokba, én már nem tudok terjeszteni, már csak el vagyok, benne vagyok a prémába, nekem már ez már túl, ezért kérlek, te menj, és terjesz Krishna tudatot Bengáliába, és házasodj meg. Szóval Orcsitánya, de Orcsitánya nem mondta volna egy szennyászébe, hogy házasodj meg. Ezért ő elment, és volt neki utána kettő feleség. Oké, és akkor 13 éves korban jött, és képzeljétek el, hogy most valaki bejön valakinek családjával, ismeretlen ember, sose láttam, sose hallottuk róla, és akkor mondja, add ide a fiadat. Fú, hát hogy lehet rábízni, nem tudom ki az. De abban a korban, hogyha jött egy szanyászi, akkor ez egyértelmű volt, hogy ez egy tiszta személy, lehet rábízni, és akkor ha már ragaszkodás volt, szerető fia, de rá tudta bízni a fiára. És megint ez a kutatás, ki volt ez a szanyászi, több kutatás volt, amit pár dolgot, amit mondtam, hogy talán az is csak gondolatok, nincs leírva, csak egy pár Prabhupád tanítvány gondolata, hogy ő talán egy ilyen tirta rendből, mert Nityananda Svarup, ez a név, mert minden, mert van több szanyászi rend a világban, van purik, van tirták, ugye, mert szanyásziknak a nevéhez tartozik Puri vagy Tirta. Nálad minden van, iszkamban van Tirták és Purik is. De klasszikusan volt ő, van külön, és akkor ott a nevekből, és akkor a Brahmacari név, az a Nityananda Svarupa, az arra utalhat, hogy ez a Tirta rendnek a tartozója szanyászi. De Jayapataka Maharaj mondta egy ilyen vicces véleményét, ez a vélemény, viccesen mondta, hogy azért senki nem tudja, honnan jött ez a szanyászi, aki elvitte Ornicsanádat, Nitájt, merre ment, és utána hova ment, és mi történt, és semmi nincs sehol információ, azért mondja, ez van, mert hogyha Ekacsakra a lakói megtudták volna ki, hol mi, megölték volna, hogy elvitte a lelküket. Mert Nitája a lelkük. És amikor ő elment, csak képzünk el, hogy hogyan pesgett az élet Ekacsakrában, amikor ott volt a Nitáj. Akkor mindenki nagyon boldog volt, és napról napra történtek a történetek, eftelések, amikor Ramachandrát játszoltak, és amikor ő megsebesült, nagyon sok érdekes játékok voltak. De amikor már elment, amikor a lelke elmegy a testből, akkor mi történik? Leállnak a funkciók.
és ugyanúgy Eka Csakra leállt, és azt magyaráznak, hogy utána már 90-es években, akik jártak Eka Csakrába, 1990-es években, akkor meséltek, hogy egy pici-pici falu maradt, alig maradt valami belőle, rögtön ott volt a vaderdő. Ez egy ilyen erdőbe falu maradt. Mert emberek is kezdtek elmenni Eka Csakrából, mikor elment onnan Ornicsananda. És nem emlékszem, hogy hány évig vándorolt, valamennyi idő szanyászival vándorolt, utána nélküle is vándorolt, inkább zarántok úton volt mindig. És amikor Úr Csétánya már elkezdte, mert tudjuk, hogy egy darabig Úr Csétánya, ő csak egy panditot játszott, büszke panditot, ahol a barátjai mindenki kész volt tőle. És olyan grammatikai büszke pandit volt, hogy mikor ő ment a Navadvíp utcán egyik oldalon, akkor a többiek, akik szembe jöttek, átmentek túloldalra, nehogy találkozzanak, mert ha elkapta volna bárkit, elkezdte volna vitatkozni rögtön, és vitatkozik, és úgysem tudsz vele mit csinálni, nem tudsz legyőzni, és akkor nagyon ilyen volt, de utána, amikor megjárt a Gáját, egy idő múlva megváltozott, és akkor elindította a missziót, a prédikáló missziót, a harinámokat. Akkor ezt már elindította, elkezdte prédikáló missziót, akkor azt mondják, hogy Nityananda Prabhu Vrindávánban volt, és a szívbe érezte, hogy most itt kezdődik már a prédikáló misszió, és akkor elindult Navadvipba, akkor ott elbújt először a Nandácsárjának a házába. Ott is nagyon szép történet, mert nem megyek részletekbe, mennyi az idő, nem fogunk belemenni, hogy hogyan. És igenis, Úr Csétánya érezte, hogy megjött a testvére, és akkor elküldte a társokat, hogy mennyitek, keresitek meg a nagy lelket, de mert körbejártak, többször mentek, többször elküldte, elkeresétek, és nem találtak Ornicsanandát. És akkor Csétánya Mahaprabhu mondja, na akkor én tudom, hol megyünk. És akkor mentek utána, és már akkor extázisban lett. Ahogy csak közelebb ment, mert tudta, hogy Nandácsárjának a kertjébe bújt el Ornicsananda, akkor az extázis csak fokozatot, és valaki ment, és rohadtam, csak megálltam, megint rohadt, és akkor ilyen nagy, és mindenki, aki mellette volt, mindenki már teljesen extázisból esett, és utána majd, amikor bement, akkor ott találkoztak együtt, és azóta már nem nem váltak el egymástól, egy darabig lesz. De Nitáj, tudjátok, mivel ő Balarám, a Balarám, ő Vrindávanban milyen? Kisfiú. Ő mindig kisfiú volt. És kisfiúk mit csinálnak? Játszanak, összetörnek a dolgokat, edényeket, mindent. És ezért a Nityanandát hogy hívnak? Avadota. Ki tud, mit jelent szó avadota fordításban? Hát, hogy így szó szerint magyarul mondhatjuk, hogy külföldi. Különc. Nem, külföldi. Nem idevalósi. Lehet megérteni. Nem idevalósi, nem értjük, mit csinál, milyen tradíciók vannak. Ezért avadota ez azt jelenti, hogy nem idevalósi, vagy külföldi. Ezért, mert ő Balarám, és nagyon sokszor abban hangulatban volt, hiába már nagy volt, tudjátok, mivel gyerekek valami nem tetszik, akkor összetörnek. És akkor Nityananda fogta Úr Csétányának a dandáját, azt összetört, ezt kidobta. Nem tetszett neki ez a dandá, aztán kész. Aztán persze Úr Csétánya megjátszott a nagy haragot, és akkor elszaladt Jagannath Puriba. Akkor ezt csinálta, aztán nem tetszett neki Yamuna, mert mit csinálta? Ivott mézet, mert ő Balarám mézet, és akkor így
harina, meg méz, és akkor ilyen extázisban volt, és akkor mondta, Jamuna, folyjon, gyere ide, nem megyek, részeg vagy, azért nem megyek. Jó, fogta a ekét, és elhozta a Jamunát magához, mert nem jött el. Annak is még vannak a nyomai mai napig, hogy hol történt ez. Szóval ilyen hangulatban volt, nincsen ándá. És akkor a gyerekek néha játszanak, kisfiúk, tudjátok, hogy néha nincs is ruhájuk. Ki már Indiában járt, azt lehet látni, csak egy ilyen kis piros fonal van, ami védi a gyereket, és kész. Ezért nincsen ándá néha, amikor már nagy volt, aztán ezért avadultam, nem lehet érteni, és valamikor Gopál hangulatban volt, aztán szaladkált az egész Navadvipba, hogy mondjuk, ruhátlan. Vagy hogy mondhatjuk, hogy durvásza. Vagy durvásza. Vásza ruha, dur rossz. Rosszul öltözött. Azért durvásza múni, ő is úgy szokott járni. Ezért mondják, hogy mert nem mondják, hogy mesztelen, az egy kultúrált világ a Indiába, a védikus rendszerbe, és a nyelv is kultúrált. Ezért nem mondják, hogy mesztelen, hanem durvásza, rosszul öltözött, ez azt jelenti. Ezért durvásza múni. A múni, amelyik rosszul öltözött. Ezért Úr Nityananda is néha rosszul volt öltözve. Mert gyerek hangulatban volt, és akkor így szaladgált. Megállom. Hogyha valaki akarja tudni, hogy hogyan prédikált Úr Nityananda, hogyan megkérte Úr Csaitanya és Úr Nityanandát, és hogyan ő elindult, és milyen útjai voltak a saját társukkal, és mik történtek, nagyon izgalmas. Ott van a YouTube-on, de nem, most idén is beszéltem, hogy röviden beszéltem. De tavaly ezt a történetet nagyon részletesen meséltem, vagy tavaly előtt meglátjátok. Valami Nityananda, az nagyon szép történet, hogy hogyan felszabadította a Bengáliát, nagyon izgalmas, az majd ott nézitek. Most megállunk, mert korlátozott az időnk. Kérdések majd külön. Facebook, Viber, Messenger, WhatsApp, TikTok. Mi van? Instagram, Skype, Zoom, Twitter, Google Meet, Snapchat. Na ez. Ott lehet feltenni kérdéseket, jó? Sri Nityananda Ram ki, Shishi Gornita ki, Srila Prabhupada ki. És nagyon fontos, hogyha akarunk megkapni Úr Nityanandának a kegyét, azért vagyunk itt igazából, inkább erről kellett beszélnem egy órát, mert ez a legfontosabb. Ha akarunk kegyét kapni, akkor vegyünk részt az ő misszióban, a prédikálás. És mert Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy ha hozol Úr Nityanandához egy embert, de prédikálsz valaki, gyere, itt lesz egy program, vagy ott lesz egy program, vagy valahol lesz egy program, és jön az ember oda, akkor kapjunk 100%-ot. Úr Nityananda fizeti. Mert ez biznisz, az egész, ez a Hare Krishna mantra, a prédikálás, ez nagy lelki biznisz. Ez, ti mind gondoljátok, miért egész életemben prédikálok? Amely nem vagyok képes szépen jógi lenni, meg csinálni jó dolgokat, de bizniszelni, az még erre képes vagyok, hogy pár embert hozzak. Úgy mit jelent, ahhoz kapok 100%-ot, aztán halál pillanatban 100%-ot. Szóval lelkévelem. Igen. Igen. Szóval, hogyha akarjuk, akkor vegyünk
valahogy vegyünk részt, hogyha mindent tudjuk személyesen hozni valakit, akkor azt a missziót szolgáljuk. Mert, és maradjunk mindig, mert az Úr Nityanádás, Úr Csitánya, ők társaságot létrehozták. És ezért az ISKCON, ami hozta Srila Prabhupát, ez 100%-os tudományos folytatás Úr Csitánya és Úr Nityanádás missziónak. Majd egyszer erről is tudok mesélni, hogy hogyan van jelen ISKCON-ban Úr Nityananda, de jelen van. Tudjátok még miért? Mert nagyon sok idős bakta, Srila Prabhupát tanítványa és a mások, mondják, hogy Srila Prabhupát, ő Nityananda Avesh. Az azt jelenti, hogy ő Úr Nityanandával felhatalmazott volt. Ezért megcsinálta ezt az ISKCON-t. És hogy meddig mi maradok ISKCON-ba, és akármi történik velünk, akár ilyen turmixba kerülök néha, nem baj, ez mind Úr Nityananda készíti fel, csiszolja a mi tudatunkat, hogy mi tudjunk utána a Goloka Vrindavannán, vagy a Navadvipba, a lelki világba, extázisba táncolni és énekelni. Szóval ez egy fontos, mert ez a misszió, ez egy prédikáló, ez az egész misszió. Ezért ez teljesen 100%-ban Nityananda. Mert Nityananda hova ment? Úr Csitánya nem ment sértőkhöz, bűnösökhöz nem ment prédikálni. Úr Nityananda ment. Ezért mi is itt vagyunk. És ezért ISKCON megy mindenkihez. Hogyan? Hogyan ment Úr Nityananda? Tudjátok? Szalma szállal a szájába. Ő nagyon nagy volt, nagyon szép, hatalmas volt, de szalma szállal a szájában úgy prédikált. Ez mit jelent? Nagyon alázatosan. Nem nézte le senkit, hanem bármilyen gazemberhez odament, és mondta, úriember, te egy úriember vagy, te olyan csodálatos személyiség vagy, minden legjobb tulajdonságom, csak így ragyogsz. Mit szokták mondani? És akkor, és kérte, és alázatosan mondta, és nem nézte le. És térdre állt, amikor kellett. Szóval nagyon alázatosan prédikált, ez nagyon fontos, nekünk is így kell folytatni, hogy így prédikáljunk. Akkor megkapjunk az áldást. Meg csak, hogyha megmaradunk ISKCON belül, már megkaptunk az áldást. Ez nagyon-nagyon fontos. Majd erről majd egyszer elmesélek, mint jelent, hogy ISKCON. Igen, utolsó. Milyen színű Úr Nityanandának a testje? Kettes. Csehországban az jó, mikor kettes kapsz. Csak Magyarországban nem jó. Tejfehér. Aha. Jó. Oké. Úr Csitánya milyen? Barac. Hogy kell mondani más nyelven? Góra. Góra. Igen. Góra. De Úr Nityananda, ő Rakta Góra. Rakta. Pirosos. Pirosos arany. Az Úr Csitánya, ő Hema. Hema Góra. Olvasztott arany. Majdnem fehér olyan arany. Olvasztott vaj. Az olyan, igen, Úr Csitánya. De Nityananda Rakta Góra, ez azt jelenti, és erről beszél Sarva Bhauma Bhattacharya. Amikor dicséti Úr Nityananda, ő mondja, hogy és már a Rakta Góra kala, de majdnem kolor, mondja a szót. Majdnem, csak elfelejtettem most a szanszkrit, de kolor, onnan jön az is szanszkrit szóval. Kolor. Rakta Góra. Ez az Úr Nityanandának a színe. Pirosos arany. Most már befejeztünk. Sri Nityanandaram ki jaj, Sri Gurmita ki jaj, Sri La Prabhupad ki jaj, Sri Harinam Sankirtan Yagya ki jaj, Tai Gaura Premanande, Hari Om. Bhakti Bhartavu ki jaj, Bhaktavrinda ki jaj.